Káoszban a rend, avagy lépjünk ki a megszokottból. A bátor, spontán döntések az intuíció diadala. Mekkorát változott a kék gallérosok toborzása az elmúlt évben, ugyanazokat a csatornákat használjuk, vagy változott a csatornamix, mi a munkáltatók felelőssége a COVID hatástól átalakult munkaerőpiacon. Ezekben a témákban a Praktiker Energiabomba HR vezetőjét, látom, Katát fogom kérdezni. Szervusz, Kata, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Üdvözlök én is mindenkit sok szeretettel, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon klassz új megoldása a HR Festnek, egészen biztosan mindannyian élvezni fogjuk ezt az egészet. Hát köszönöm a felvezetőt, nagyon izgalmas év mögött vagyunk, vagy van mögöttünk, és még nem ért véget ráadásul, tehát hogy még ki tudja, mit tartogat az elkövetkezendő időszak is számunkra. Ami nálunk a toborzást illeti, az egy nagyon érdekes folyamaton ment keresztül az elmúlt években, és nem tudok kizárólag arról beszélni, hogy csak a COVID óta mi történt, vagy a COVID hatása mi a toborzásunkra, hanem egy picit így nagyon klassz volt, hogy jöhettem, és tényleg baromira örülök, mert így legalább saját magunk számára is összefoglalom, hogy nézett ki ez az elmúlt időszak, mi az, amit úgy tűnik, hogy valószínűleg jól csináltunk, vagy jól alakul, és mi az, amiben még azért hosszú út áll előttünk. Amire nagyon büszkék vagyunk egyébként, hogy azt mindannyian tudjuk, akik nyilván ebben a teremben most nézik az előadásokat különösen, hogy az elmúlt években a kék galérosok toborzása azért nem volt egy kihívásoktól mentes feladat. Nagyon sokan, nagyon sokféle módszerrel kerestük a megfelelő kollégákat az adott céghez, vagy a cégeinkhez. Azt vettük észre, hogy az a nagyon tudatos márkaépítés, munkáltatói márkaépítés, amit mi 2018-ban elkezdtünk, az úgy tűnik, hogy 2019 év végére meghozta a várt eredményeket, és baromi büszkék vagyunk arra, hogy a legnehezebb területen, azaz a budapesti áruházainkban sikerült feltöltenünk az eladói létszámainkat, ami egy kifejezetten nagyon, nagyon jó eredménynek számít. És a januárt már úgy tudtuk elkezdeni, hogy igazából ilyen nyilván minimális fluktuáció azért volt, mindig van, jó is, hogy van, hozzáteszem, de hogy egy stabil munkavállalói állománnyal tudtuk az idei évet elkezdeni. Aztán ugye jött a március, amikor egy kicsit a feje tetejére állt minden. Megvoltak a szokásos partnereink, a toborzási csatornáink, de hozzá kell tennem, hogy mindig-mindig próbáltunk valami újat belevinni ebbe a toborzási mixünkbe, hogy és milyen módon lehet megtalálni azt a célközönséget, akire nekünk szükségünk van. Mert kire van leginkább nekünk szükségünk? Úgy szoktuk megfogalmazni, hogy szeretjük a barkácsoló férfiakat az eladóink között tudni, mert nekik van egy, ha nincs is feltétlenül vagy kereskedelmi, vagy valamilyen szakképesítése, gondolok itt arra, hogy nem asztalos, nem festő, nem burkoló. Ennek ellenére van egy affinitás, és van egy ilyen alap bázis tudás ezekhez a dolgokhoz, de hát ezt a réteget a legnehezebb megtalálni, és őket a legnehezebb behozni hozzánk az áruházakba. Ez egyébként látszik abban is, hogy látszik olyan szempontból is, hogy a munkavállalóink több mint 50%-a nő. Nyilvánvalóan itt a kasszás munkaköröktől kezdve vannak kifejezetten női pozíciók, de ugyanakkor oda is jöhetnek férfiak természetesen, tehát ugye ez nem kizárók egyáltalán, de hogy nagyon nehéz volt megtalálni. Éppen ezért rengeteg úton, módon próbáltuk megtalálni azokat a csatornákat, ami a leginkább így összeáll, és a leghatékonyabban tudja hozni azokat a leendő munkavállalóinkat, akik utána nálunk dolgozhatnak. És hát a COVID hatás ebbe hozott egy olyat, hogy
hogy egy picit le is álltunk a toborzással pár hétre, tehát hogy szerettük volna azt az 1600 embert biztonságban tudni, akik már eleve nálunk dolgoztak. És megtartottuk azokat az online csatornákat, amik egyébként iszonyatosan jól kezdtek működni a COVID előtti időszakokban is. És hát itt nem tudom kihagyni azt az aspektust, hogy van az az állásportál, ahonnan ugye leginkább eszünkbe jut, hogy a toborzást rajtuk keresztül folytatjuk. Nagyon szeretem őket egyébként, és nagyon jó kapcsolat volt velük, de a COVID után mi léptünk egy olyat, hogy megpróbáljuk rajtuk kívül megtalálni azokat az adott esetben kisebb csatornákat, amin keresztül működtetni tudjuk a toborzási folyamatainkat. Ezzel kapcsolatban egy kérdést engedj meg, kérlek. Említetted, hogy az inbound recruitment, tehát a karrier, saját karrier oldal, akár egy Facebookon történő praktikeres karrier oldal az elmúlt másfél évben nagyon szépen felépült, és ugye nagyon sok jelölt áramlott be még a COVID előtti időkben. Ez érezhetően lelassult márciust követően, és ezért volt szükség új csatornákra, új megoldásokra, vagy más motiváció is állt el mögött? Nagyon érdekes, és tök jó, hogy ezt kérdezed, mert hogy nem. Tehát, hogy pont a... lett akkor a bázisa a praktiker karrier oldalunknak, hogy egész egyszerűen a munkájukat elvesztett emberek megtalálták az oldalunkat, és pozíciótól vagy hirdetésektől függetlenül elküldték az önéletrajzukat, hogy ha és amennyiben a későbbiekben keresnénk, akkor legyen ott. Tehát, hogy pont, hogy nagyon-nagyon felerősödött és felbojdult ez az egész, és rengeteg önéletrajzot kaptunk. És amiért váltottunk, amikor elkezdtünk aktívan újra toborozni, az azért, mert én azt gondolom, hogy nem szabad elhinnünk azt, hogy csak az a csatorna működik. Tehát, hogy mindig meg kell keresnünk, mindig meg kell próbálnunk más csatornákat is keresni, mert hogy annyira gyorsan változik nem csak a munkaerőpiac, hanem minden más is körülöttünk, hogy folyamatosan 3-4 lábon kell állnunk ahhoz, és lehet, hogy egyik időszakban az egyik csatorna tűnik erősebbnek, a másik időszakban pedig egy egészen más csatorna lesz erősebb. Most nyilván ebben az maradj otthon időszakban az online csatornák úgy egyáltalán is felerősödtek, attól függetlenül, hogy már eleve a toborzásban az online csatornák működtek a leginkább, részünkre legalábbis mindenképpen. Ugyanakkor az még egy nagyon érdekes hatás, amit mi észrevettünk, és amit tök természetes ilyen szempontból, hogy a COVID felerősítette a dolgozói munkatársi ajánlási rendszerünket is még inkább. Stabilan működött, de viszonylag kiegyensúlyozottan az elmúlt években a munkatársi ajánlásunk. Ez olyan látványosan erősebb lett, és miért is lett erősebb? Azért lett erősebb, mert hogy azt látta mindenki, hogy a kereskedelem az egy stabil szektor volt ebben az időszakban is. Ez nagyon jót tett szerintem az egész szektornak ebben az egész rosszban, mert persze nem örültünk, komoly gondot okozott sok szektorban ez az egész. Nekünk olyan szempontból tett jót, hogy az eddig nem túl szexinek számító kereskedelem most azért egy kicsit saját magát ki tudta emelni ebből az egészből, és pont, hogy az a stabilitás, az a biztonság, amit mi egyébként is nyújtani tudunk, nem csak mi egyébként, hanem a kereskedelmi szektor nagy része, azt most egy kicsit ki lehetett hangosítani a térben. Uh-huh. Említetted a stabilitást, mint egy olyan érték, ami emelte az ázsióját a kereskedelmi szektornak. Tesztek-e lépéseket annak érdekében, hogy ez a magasabb presztízs fent maradjon? Esetleg méritek-e valahogy az így csatlakozott kollégák visszajelzését, vagy akár az 1600 főnek a visszajelzését, hogy ebből is építkezzetek ezekben a változásokkal teli időkben? Abszolút mérjük, tehát belül is mérjük, a belső mérések azok folyamatosak. Ezek azért többnyire nem egy ilyen kérdőíves
más megoldással működnek. Nálunk a mi kultúránkban, a mi praktikeres kultúránkban minden vezető nagyon sokat és nagyon gyakran van az áruházakban a kollégák között. Konkrétan az ügyvezetőnk heti 3 napot az áruházakban tölt, és direkt kapcsolatban vagyunk azokkal a kollégákkal, akiktől közvetlenül meg tudjuk kapni ezeket az információkat. Ez is fontos, ugyanakkor azért nyilván ezzel nem lehet állandóan real-time lefedni az 1600 ember munkatársnak a véleményét. Ehhez mi egy nagyon-nagyon jó időben, de erről majd még biztos, biztos, hogy lesz szó, mert jön majd a Barati Tamás is valamikor, nem nálad, ugye? Nem nálad, de máshol majd jön. Bevezettük a Blue Colibri applikációt, ezt régóta terveztük, és amikor eljött ez a márciusi időpont, akkor 3 nap alatt tulajdonképpen be is vezettük. Ez nagyon-nagyon fontos volt, és egy óriási biztonságot adott a kollégáinknak, hogy ezekben a folyamatosan óráról változó helyzetben kaptak pontos információkat, közvetlenül, direktben, nem másokon keresztül, hanem egy irányba, és ugyanabban az időben, Nyíregyházán, mint Pécset. Ennek nagyon jó hatása volt, és nagyon komoly biztonsági faktort jelent azóta is a kollégáinknak. A másik része, ami szerintem a toborzás szempontjából fontos, hogy van egy olyan klassz kis cég, egy startup, akit Brandcruiternek hívnak, és mi júliusban leszerződtünk a Brandcruiterrel. Az ő koncepciója az, és ez egyezett a mi elképzeléseinkkel, hogy linkeljük az ő weboldalát, ahol a hozzánk érkező jelöltek közvetlenül tudnak véleményt alkotni a toborzás minden fázisával kapcsolatban. Ezek után egy transzparens módon meg is jelenik, hogy maga a praktiker hány pontot ér el összességében a jelöltek életében. Ez még viszonylag friss, de nagyon klassz különben látni, és nem hagy minket sem ellust, hogy igen, több most a jelölt, sokkal nagyobb a merítési lehetőség a kék galérosok piacán is. Ugyanakkor azt tudjuk, érezzük, hogy és egy óriási felelősséget is ad, hogy nem szabad visszaélnünk olyan értelemben munkáltatóként azzal a helyzettel, hogy adott esetben nem olyan teljes körűen foglalkozunk egy jelölttel, ahogy ezt egy inségesebb időben tettük mondjuk, vagy rá voltunk kényszerülve. Szóval azokat, amikre akkor rá voltunk kényszerülve, kutyakötelességünk most még inkább, és talán még erőteljesebben ezt működtetni, mert hogy nagyon látványosan egyébként hozzánk a kereskedelembe abból a vendéglátó és turizmus szektorból érkeznek jelöltek, úgy gondolod, hogy most már nem jelölt vezérelt munkaerőpiac van a ti szektorotokban? Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy nagyobb felelősség, akkor ez azt is jelenti, hogy a praktikár most már válogathat a jelöltek között, és elvileg megtehetné, hogy diktálja akár a toborzás kiválasztás ütemét, akár jobban válogatva a pályázók közül, de te mégis azt mondod, hogy számodra ebben az időszakban a jelöltek és a jelölt élmény az, ami kulcs, és erre próbáltok figyelni ezzel a visszaméréssel. Jól értem, hogy egyébként ez a felelősség erre is vonatkozott? Abszolút jól érted, és köszönöm, hogy megfogalmaztad helyettem, mert ezt szerettem volna igen mondani, mert hogy nem lesz mindig ilyen, tehát hogy látjuk, hogy mennyire változik a munkaerőpiac is. Tehát most van egy ilyen helyzet, könnyen lehet, hogy 2 év múlva nem ilyen lesz a helyzet. Mi mindig azt is mondjuk egyébként, és erre próbálom a HR-es kolléganőimet is, akik az áruházban direktben a toborzást végzik, arra ösztönözni, hogy az lebegjen mindig a mi szemünk előtt, hogy az a jelölt, aki ma jelöltként bejön, ő nekünk egy potenciális vásárlónk is. Tehát, hogyha a jelölt élmény nem megfelelő, akkor könnyen lehet, hogy maga a praktiker, mint márka iránti elkötelezettsége is csökken, és nem feltétlenül marad meg
vásárlónak nálunk. Ez az egyik része. A másik, hogy nagyon klassz dolog, és baromi büszkék vagyunk rá, hogy több mint 100 kollégánk van a cégnél, akik visszatérők. Tehát akik elmentek, megnéztek egy másik céget, ilyen-olyanok már kifolyólag, és visszajöttek. Ti ezért tesztek egyébként külön lépéseket, hogy a távozó kollégákkal tartjátok a kapcsolatot, van esetleg valamiféle alumni rendszer nálatok, hogy gondozzátok a távozó kollégákat? Nagyon érdekes, mert hogy ez a Praktiker karrier oldalunk, ez erre is jó. Tehát rengeteg olyan követője van ennek az oldalnak, akik már nem praktikeresek, de mivel ez egy teljesen nyilvános és mindenki által megtalálható oldal, ezért nagyon sokan visszajárnak és megnézik, hogy mi történik. Azért is szeretnek visszajárni, mert mi azért egy ilyen érzelmi kötődést is szeretünk kialakítani a kollégáinkkal. És persze vannak gondok, tehát nem akarom ilyen rózsaszín ködben feltüntetni ezt az egész sztorit, de azért mégis van egy olyan érzelmi kötődés, ami után ő még szeretne tudni, és ki tudja, hogy mikor kerül ő olyan helyzetbe, vagy mi olyan helyzetbe, vagy visszahívjuk, vagy ő szeretne visszatérni hozzánk. Tehát, hogy ezeket egyrészt ápoljuk, másrészt most egy olyan tréninget kezdtünk el a HR-es kollégáink részére, amiben tudatosítjuk az exit interjúknak a jelentőségét, és tudatosítjuk azt, hogy mennyire fontos, pont az előbb említett okokból is, tehát hogy egyrészt, hogy potenciális vásárló marad az, aki ma elmegy tőlünk, de könnyen lehet, hogy egyszer még visszatér, úgyhogy megfelelően kell gondoznunk és ápolnunk az utolsó pillanatig, amíg kilép a kapun azokat a munkavállalókat, ezt még tanuljuk mi is sok esetben, és biztos, hogy követünk el hibákat, de próbálunk tenni annak érdekében, hogy egyre jobbak legyünk. Hát igazából a jelölt élmény az az első nálatok, ha jól értem, már a karrier oldal látogatásával, és az exit kezdődik, és az exit interjúval végződik, és azért ez nem egy rossz minimum cél, hogy minimum vásárlókat, maximum munkatársakat toboroztok. Ez egy azt gondolom, mindenképpen előremutató szemlélet. Említetted a fizikai, illetve a kékgalléros munkaköröket. Szellemi területen esetleg találkoztál ettől eltérő tendenciával, tendenciákkal? Arra gondolsz, hogy a COVID hatásról, igen, vagy... Azokban a munkakörökben, igen. Amik akár azt mondom, hogy irodai terület, akár vezetői pozíciókban. Egyértelműen igen, tehát hogy mindenképpen ugyanazt a tendenciát látjuk, de nem annyira élesen, mint amit mi láttunk annak idején, amikor elkezdtük a tudatos márkaépítést. Erre van egy klassz számom szerintem, ami úgy jól megmutatja, hogy mennyire sokat kell foglalkozni szerintem a munkáltatói márkaépítéssel, mert amíg 2018 év elején egy országos áruház vezető és helyettes ilyen komplex pozíciós hirdetésre érkezett 30 pályázat körülbelül, addig másfél évvel később, tavaly ősszel pedig több száz pályázat érkezett ugyanarra. Most ennyire már nem éles ez a COVID hatást, nem látjuk ennyire élesen a vezetői munkakörök esetén. Nem baj, tehát hogy én azt gondolom, hogy és tényleg az a jó, hogyha mindenki inkább egy kicsit most biztonságban érzi magát azon a helyen, ahol van, és megpróbálja értékelni azokat az értékeket, de ez is megint egy olyan dolog, hogy ezzel sem szabad visszaélnünk. Tehát attól, mert nagyobb most a merítési lehetőség, akár fizikai, akár szellemi állományban, nem biztos, hogy most van az ideje a minőségi cseréknek, szerintem, én úgy gondolom. Tehát, hogy én azt látom, hogy mindenkinek jobb, hogyha egy kicsit most mindenki úgy megpróbálja a saját maga területén kontrollálni és megfelelő módon működtetni a dolgokat, aztán majd ráérünk arra. Ezen részével szívesen vitatkoznék veled, ami minőségi cseréket, illetve a váltáshoz szükséges bátorságnak a megtalálását illeti, de azt gondolom, hogy érkeztek közben kérdések is, és adjunk teret a kommenteknek, illetve még előtte egyébként ide vonatkozó kérdésként feltenném, hogy, és szerintem egy picit akkor még menjünk bele ebbe a vitába, vagy ebbe a kérdéskörbe, jó. Hogy te azt mondtad, hogy stabilitás, és teljesen értem, de hogy
ha neked mondjuk üzenned kellene azoknak a munkavállalóknak, akik most ugyan stabil munkakörnyezetben vannak, de nem érzik igazán jól magukat, hogy miért merjenek mondjuk váltani hozzátok, akkor nem egy céges brandépítés kapcsán kérdezem ezt, de hogy HR vezetőként mégis tudnád-e bátorítani ezeket a jelenleg inkább stabilitás miatt maradó, egyébként szívesen váltani kész kollégákat? Akkor én azokhoz szólnék, akiknek eddig a kereskedelem egyébként nem volt annyira vonzó ilyen szempontból, és inkább választottak olyan szektorokat, ahol talán nagyobb lehetőséget láttak a személyes fejlődésük szempontjából, de most igazából azt lehet látni, hogy ami stabil, az a kereskedelem. És itt tényleg hosszú távon tud mindenki tervezni, hosszú távú, biztonságos, stabil munkahelyek vannak, és valahol mindannyiunknak ez a célja, és megbecsüljük. És nem csak mi, hanem pontosan látom és tudom, hogy a körülöttünk lévő kereskedelmi versenytársaink, nem feltétlenül barkács szektorban, de akár food, akár non-food vonalon nézzük, nagyon-nagyon sok és nagy erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy azok a munkatársak, akik ott vannak, ők megfelelő képzéseket és megfelelő törődést kapjanak, hogy érezzék azt a munkavállalói élményt, amire egyébként mindannyian folyamatosan vágyunk. Oké, én közben még kiszólnék a hallgatókhoz, hogyha esetleg van még kérdés, egy kérdésre lesz időnk, de amennyiben nincs, akkor én azt gondolom, hogy nagyjából az időkeretünk végéhez érünk lassan. Úgyhogy én köszönöm szépen neked, Kata, a tapasztalatokat. Én azt gondolom, hogy bőven lehetett erőt, még lehet erőt meríteni azokból a szavakból, amit mondtál. Biztonság, stabilitás és munkavállalói hozzáállás tekintetében. Úgyhogy magam részéről sok mindenre választ kaptam. Egyetlen kérdés még azért felmerül bennem, amiről lehet, hogy picit még érdemes kibontani, az pedig az, hogy te vezetőként ebből az időszakból mit tanultál, van-e olyan dolog, amit most másképp látsz, másként csinálsz? Szerintem igen, egészen biztos, hogy én is tanultam, valószínűleg mindannyian tanultunk valamit ebből. Ami egy érdekes tapasztalás volt, hogy mi például nem feltétlenül működtettük az online vonalat annyira erősen, az online megbeszéléseket, meetingeket, tehát hogy mi hozzá voltunk ahhoz, hogy mégiscsak egy barkás cég vagyunk, tehát ott meg kell fogni azt a fúrógépet, és be kell verni a szöget a kalapáccsal a falban, remélem jól mondtam, igen. Szóval, hogy mi azért egy olyan cég vagyunk, ahol a fizikai jelenlét, a fizikai közelség az elengedhetetlen, amin egy nagyon fontos tanulság volt, hogy mennyire még fontosabb, bár nem feltétlenül ebből jött, de felerősödött talán az az érzés, hogy azok a kollégáink, akik kint vannak a fronton, és ott dolgoznak, ők soha büdös életben nem fognak tudni elmenni online home office-ozni, hiába van otthon egy-két gyerekük akár, vagy egy idős nagyszülő, vagy bárki egyéb. Tehát, hogy mennyire kell velük tényleg úgy, olyan módon foglalkoznunk, és törődnünk, és ápolnunk az ő mentális jólétüket is, hogy ők képesek, és hajlandóak legyenek nap mint nap, egy-egy ilyen nehéz helyzetben is, napi 10 órát a maszkkal együtt az eladó térben jelen lenni. Közben kinézek a kollégákra kérdések kapcsán, milyen kérdések érkeztek. Hamarosan akkor ezekből is beolvasunk. Addig egy előzetes kérdést engedj meg, kérlek, pont ide kapcsolódik, hogy van nálatok home office rendszer, szabályzat, illetve hogy változtattatok-e ezen itt a covidos időszak alatt? Egyébként nagyon érdekes, mert január 1-től van a rendszer. Azért egy sokkal kisebb napi számban kezdtük, tehát hogy havi egy home office-os nappal indítottunk. Aztán nyilván ezt a Covid időszak megváltoztatta, és akkor gyakorlatilag szinte mindenki home office-ból, tehát a központi munkakörök esetében home office-ból működtette, vagy végezte a feladatait, de azért ez nekünk mindig megint csak egy ilyen morális kérdőjeleket felvett, tehát hogy mi otthon vagyunk, home office-ban, miközben
1400 kollégánk pedig az áruházakban kint van ezekben az időkben is, tehát hogy itt nekünk nem annyira egyértelmű, hogy és milyen módon rendeljük el a home office, de működik egyébként. Tehát egyfajta vezetői szolidaritást hallok a hangodból ebben az esetben azon kollégák felé, akit nem tudtok úgy védeni ezekben az időkben egészségügyi szempontból. Jól értem? Igen, és azt gondolom, és ez abszolút a mi céges kultúránknak a része, hogy kutya kötelességünk ezt figyelni, és ezt figyelembe venni, hiszen ha ők megijednek, félnek, és azt mondják, és jogosan, hogy nekik fontos az, hogy ők inkább biztonságban legyenek otthon, és nem jönnek be dolgozni, akkor mit csinálunk? Akkor mehetünk mi oda, és akkor próbálkozhatunk, de nyilván nem ez a megoldás. Nagyon sok izgalmas technikát, eszközt említettél arra, hogy mit tudtok a kollégákkal kapcsolatban most ebben a helyzetben megtenni. Viszont az egyik kérdés az pont arra érkezett most, ami nyilván a pénztárca mindig egy izgalmas kérdés. Nem történt a forgalom kiesés a COVID miatt a praktikák csoportnál? Ez nagyon érdekes volt, mert nem. Tehát olyan szempontból nekünk nagyon jól jött ez a tavaszi időszak. Mindenki otthon volt és barkácsolt. Igen, nagyon jó volt, hogy mindenki tavasszal volt otthon, home office-ban. Eleve a kerti szezon akkor indult, tehát március, április, május nekünk abszolút ez a kertépítés, tehát hogy az hozta az abszolút szokásos forgalmakat, annak ellenére, hogy ugye csökkentett nyitvatartással üzemeltünk. Másrészt meg tényleg egy nagyon sokan kifestették ezt, leburkolták azt, nem tudom, átalakították a házuk, lakásuk egy részét, és mert bútoraink is vannak, ezért a bútor rész is nyilvánvalóan az irodai székek, az íróasztalok, azért ezek a klasszikus, tehát lámpák, nem tudom, tehát hogy ezeknek a forgalma az megmaradt, úgyhogy nem okozott kiesés szerencsére, és bízunk benne, hogy ugyanez lesz az ősz, ha lesz ősszel valami, reméljük nem, akkor megint csak nem kell. Egyébként nekünk az a legnagyobb jó az egészben, hogyha nem kell bezárnunk. Kell bezárnunk, akkor nyilvánvalóan tudunk a forgalmakat generálni. Van egy web águnk is, tehát hogy a webértékesítésünk is folyamatos, úgyhogy nagyon bizakodók és optimisták vagyunk. Uh-huh. Szuper. Amit még én kérdeznék, hogy ezt a személyes vezetői hitvallásod, akár a csapatod felé, akár ebben a mostani helyzetben változott a csapat felé, vannak olyan kezdeményezések HR-en belül, amit most ez időszak hívott életre, esetleg olyan jó gyakorlatok, amiket szívesen megosztanál a hallgatókkal. Ugye mai nap elsősorban a stratégiai HR és a stratégiai recruitmenté, ennek apropóján esetleg van-e olyan best practice, amit megosztanál? Folyamatosan figyeljük, hogy miket lehet csinálni. Azért fontos szerintem, hogy az applikáción keresztül mi tudjunk kommunikálni a kollégáinkkal, mert hát főleg egy ilyen helyzetben, amikor nem is utazik senki feltétlenül szívesen offline módon, úgyhogy mi az applikációra kezdtünk el olyan rendszert, módszert kidolgozni, teamfluencereink vannak, egyébként most még remélem titkot nem árulok el, de jövő héten indul be ez az egész rendszer, ahol különböző klubokat hoztunk létre ezen az applikáción belül, minden klubnak van egy teamfluencer, egy áruházi kolléga felelőse, aki működteti. Van könyvklub, filmklub, van piactér, van nem tudom, tehát kedvenc utazási hely, fotóklub, egy csomó minden olyan, amivel egy kicsit a kis közösségeknek a szerepét tudjuk kiterjeszteni. Mert hogy egyrészt nagyon fontos szerintem, hogy azok az áruházi, a mi esetünkben az áruházi kis közösségek, ők stabilan és összeszokottan egymást támogatva működjenek, de hogyha adunk teret arra, hogy ők találkozzanak, megismerjék egymást, így az online térben és az ország különböző pontjain, akkor az egy nagyon klassz lehetőség. És erre van még egy nagyon klassz, azt hadd mondjam még gyorsan el, egy nagyon jó kis program, ezt egyébként már a COVID előtt elkezdtük, egy főző versenyt, főző kihívást indítottunk el, aminek direkt az volt a lényege,
hogy főzzön valamit, vagy süssön valamit a kolléga az ország bármely pontján, fotózza le, írja le a receptet, ezt beküldi, ezt az applikáción megjelentetjük, és ő hívjon ki valakit, aki nem lehet a saját áruházából egy olyan kollégát, vagy a központból, vagy egy másik áruházból legyen ez a kolléga. Most már a, nem tudom pontosan, a 10 vagy lassan a 20. kihívott kollégánál tartunk, és nagyon klassz receptek vannak, nagyon klassz fotókkal, úgyhogy ebből majd ilyen meglepetésként, remélem a kollégáim közül nem sokan nézik, nem sokan vannak most jelen, de hogy egy receptkönyvet fogunk ebből kiadni. Pont ezt akartam kérni, hogy elkészül a céges szakácskönyvetek. Abszolút. A legjobb receptekkel, illetve meg lesz a cég saját konyhafőnöke is hamarosan, hogyha ez... Egyébként az eredeti elkezdés az volt, hogy lesz egy ilyen offline befejezés ennek a programnak. Ezt még halasztjuk, tehát húzzuk még egy kicsit, hát ha jövőre ezt meg tudjuk valósítani, és akkor mindenképpen. Hát akkor aki még nincs túl a reggelin, reméljük egy-két incsüklandó recepttel még... Kata is majd tudhat nektek szolgálni. Ha még van egy-egy utolsó kérdése, talán van idő, illetve én annyit kérdeznék, amíg esetleg ez érkezik, hogy zárszóként van-e, amit a hallgatóknak még üzennél a mai beszélgetésünket lezárandó? Miután a toborzás ebben a teremben a fő fókusz, ezért én tényleg azt hangosítanám ki, amit már egyszer ugyan elmondtam, de én bízom abban, és ismerem a kollégáimat, és tudom, hogy mennyire klassz, profi szakemberek ülnek mindenhol a megfelelő HR-es székekben, hogy arra figyeljünk szerintem mindannyian, hogy úgy foglalkozzunk a jelöltjeinkkel most, egy ilyen időszakban is, ahogy azt szeretnénk, hogy velünk foglalkozzanak, ha oda jutunk, hogy foglalkozni kell velünk bármikor jelöltként, mert akkor szerintem nagy baj nem lehet mindannyian. Én azt gondolom, hogy egyébként erre törekszünk, még a hibáinkkal együtt is, úgyhogy ha ezt mindannyian egy kicsit megpróbáljuk még felerősíteni, akkor szerintem nagyon klassz úton járunk. Nagyon szépen köszönöm neked az értékes gondolatokat, és jó főzést kívánok a csapatnak is, illetve hatékony további toborzást. Köszönöm szépen!